Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok. Én vagyok az, aki marha jól kitalálta ennek a videónak a témáját, aztán nem lett belőle semmi, elmondom, hogy miért. Azt találtam ki, hogy csinálok egy olyan videót, amiben bemutatom, hogy göndörhajon, hogy néz ki a balayage hajfestés. Mert ugye tehát a balayage az egy tök jó technika, általában egyenes vagy hullámos, tehát ilyen besütött hajon szoktátok szeretni, meg hát arra van kitalálva. De igazából ez göndörhajon is tök jól mutat, tehát amilyen igazán göndörhaj, és gondoltam, hogy veszek egy olyan babafejet, aminek ilyen egészen göndörhaja van, és akkor azon megcsinálom. Igen ám, de a babafejekkel mindig egy kicsit olyan lutri a dolog, mert sosem tudom, nem csak én, hanem nem lehet annyira tudni, hogy hogy fog reagálni a festésre. Tehát, hogy valóban olyan színe lesz-e, mint amilyet én szeretnék. Meg, ezt nem gondoltam volna, hogy még a göndörségében sem lehet bízni, mert vettem egy göndörhajú, de ennek ilyen tök afro göndörhaja volt, mert aztán későbbi terveim is voltak ezzel a típusú hajjal, és gondoltam, hogy gyakorlásnak én nekem ez kell, veszek egy ilyen afro-amerikai, vagy mit tudom én milyen hajból készült babafejet. Na, jó, megvettem. Szépen Hollandiából ide szállították nekem, oké. Kifizettem érte egy csomó pénzt, és gondoltam, hogy először teszek egy próbát, rákenek még így videó nélkül egy pincsre szőkítőport, hogy egyáltalán felvilágosodik-e, hogy meg tudom-e csinálni ezt a balayázsos göndörhajas videót. Felvilágosodott valamennyire, itt hátul majd lehet is látni, ha lehet, de mondjuk lehet, hogy egy videón nem is mutatom meg, mert annyira nem, de mindegy, nem a színével lett volna a gond, hanem, hogy amikor lemostam, és utána megszáradt magától ez a haj, akkor egyenes lett. És ezt a hajat, ezt úgy képzeljétek el, hogy mivel egyenes lett, rátettem göndörítő termékeket, és tárcsával, nem bíztam a véletlenre, tárcsával megszállítottam göndörre, de egyenes lett. Tehát, hogy ennyire egyenes lett, hogy ilyen, hogy tök egyenes, pedig ezt, mondom, ez nemrég még göndör volt. Hát most én nem tudom megmutatni ezt, amit szerettem volna ezen a videón, ezt a göndörhajas valamit, úgyhogy akárhogy is nézem, ez mindenhol egyenes. Úgyhogy nem tudom, majd valamit csinálok vele. Egyébként is, aki látta, az már cigány kurvának hívja, de egyébként szerintem azért nem az. Tehát azért ez egy tök szép, meg még ilyen érdekes bőrszínű is. Ja, meg olyan büdös lett a haja, mint a fene. Tehát ezt nem is tudom nektek elmondani, hogy mennyire büdös. Nem tudom, ez miből volt, vagy mi indiai haja, az volt írva a papírján, csak hogy valahogy valamilyen módszerrel hullámossá van téve. Mondom, marhára hullámos. Úgyhogy inkább ez a videó most arról fog szólni, hogy ha göndörhajú a gyereked, akkor mit csinálj vele? Mert hogyha neked, mint szülőnek, göndör a haja, és születik egy göndörhajú gyerek, akkor általában ez nem probléma, mert pont ugyanazt kell az ő hajával csinálni, mint a tieddel. De mi van akkor, hogyha mondjuk te egy anya vagy, akinek egyenes a haja, az apjának, a gyerek apjának göndör a haja, tőle örökölte, viszont neki meg rövid, és mondjuk ez egy lánygyerek, akinek meg hosszú, és akkor itt van a probléma, hogy soha életedben nem volt olyan hajad, nem vagy fodrász, na, mit tudsz vele csinálni? Első és legkardinálisabb kérdés, hogy kifésüljem-e a gyerek haját szárazon, ha göndör vagy ne. Szerintem ne, mert a göndörhajak kifésülve nem néznek ki jól, ezt ezen a dajerolt babán tudom megmutatni, tehát igazából elvesztik a göndörségüket, és állaktól függően, de akár egy ilyen nagy szalmakazal is lehet belőle, tehát nem mutat jól. A göndörhaj viszont, hogyha göndören hagyod, és nem fésülöd ki, akkor meg ilyen csimbókos tud lenni, akkor meg azért nem mutat jól, ugye? És akkor ilyenkor jöttök, hogy de mit csináljak vele. Ha az én gyerekem lenne göndörhajú, én azt csinálnám, és lány, és hosszú, vagy fiú, és hosszú lenne haja, én azt csinálnám, hogy megmosnám neki, akkor ugye tennék rá megfelelő sampont, balzsamot, kifésülném,
Ha lehet, még úgy fésülném ki, hogy rajta van a balzsam. Ha nem lehet, mert mondjuk nem engedi, vagy nem. Ja, egyébként mosás előtt kifésülném, utána bevizezem, hajmosás, rá a balzsam. Kifésülném, ha mondjuk ez túl macerás, vagy nem, akkor leöblítem a balzsamot, de legyen rajta balzsam. Leöblítem a balzsamot, utána fújnék rá az én személyes kedvencemet, a Biolásnak a keratindóz nevű hát nem kifésülő spray, de egyébként az is jó, ha van olyan ott otthon. De én ezt a keratin tartalmú sprayt szeretem. Ezzel szépen befújogatnám, és vizesen kifésülném az ő haját. Ezt nem kell leöblíteni róla, meg az ilyen kifésülő sprayket nem kell. És utána megszárítanám tárcsával, vagy pedig hagynám megszáradni magától. És ezt megismételném 2-3 naponta. Tehát szárazon nem fésülném a gyerek haját, csak ilyenkor vizesen. Illetve szárazon csak akkor, amikor mosom, tehát rögtön közvetlenül hajmosás előtt, hogyha a gyereknek nincs annyira összegubancolódva, hogy tehát ez bírja idegekkel. Úgyhogy ennyi. Ha rövid, akkor ugye ez általában nem szokott téma lenni, mert akkor ugye annyira rövid, hogy nem is látszik benne általában, hogy göndör. De mondom, én azért, hogy így nézzen ki a gyerekem, nem hiszem, hogy kifésülném. Pedig ez nem néz ki olyan rosszul egyébként, de igazából ez egy ilyen lagymatag hullám, tehát ez fodrász szemmel ez nem olyan szép, úgyhogy én nem. Meg kellene mosni gyakrabban, és akkor kifésülni, és hagyni utána békén azt a gyereket 2-3 napig a fésülködéssel. Ennyi.